Pálóczi Gyula 1962-ben született Szamosbecsen. Csengerben az akkor Petőfi Sándor nevét viselő általános iskolában sajátította el az atlétika alapjait, majd Nyíregyházára a Vasvári Pál Gimnázium testnevelés tagozatos osztályába került. Ebben nem kis része volt az akkori kiválasztási rendszer kidolgozásában is kulcs szerepet vállaló Orendi Mihálynak. A kiválasztási rendszer második szinterén, ami már Nyíregyházán történt, Gyuszi beváltotta azt az ígéretet, amit korábban mondott, hogy át tudja ugrani a magasságát. Márpedig Gyuszi akkor 158 centi volt, hetedikes korában, és Nyíregyházán 160 centit ugrott, úgyhogy alkatánál fogva, a mozgáskultúrájánál fogva, az elképesztő ruganyosságánál fogva egyértelmű volt, hogy ebből a gyerekből nem akárki lehet. A ma már Makovec Imre nevét viselő csengeri iskola igazgatója több szálon is kötődik az egykori atlétához. Az én édesapám, aki 40 évig volt a csengeri általános iskola pedagógusa, ezen belül testnevelő tanára, ő mindig azt mondta nekem, mint a saját fiának, hogy fiam, olyan szorgalmas legyél, mint amilyen Pálóczi Gyula, és akkor 4 éve fiatalabb vagyok, mint Gyula, nem is ismertem, de apától nap mint nap hallottam róla, hogy ez a fiatal ember a tehetsége mellett óriási szorgalommal is rendelkezik, és abban az időben is már testnevelésből példaképe volt a többi általános iskolás gyereknek, és ez a dolog, ez ma is azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog a szorgalom, mert hogyha ez egy tehetséggel párosul, akkor fantasztikus eredményeket lehet elérni, úgy, mint ahogy Pálóczi Gyula is elért, és csengeri általános iskolás gyerekből egy Európa bajnok hármasugró lett. A személyes példámnak egy pici negatívuma, hogy az édesapám, aki nagyon szeretett volna ma itt lenni ezen a jeles eseményen, és én azt gondoltam, hogy majd egy pár szót, személyes élmény fog is mondani Gyuláról, sajnos már nem lehet itt, mert a múlt év októberében sajnos elhunyt. Bakosi Béla, aki hármasugróként 7 érmet szerzett az Európa-bajnokságokon, edzőtársként és barátként kísérte végig fiatalabb sportársa pályafutását. Nagyon tehetséges volt, és nagyon-nagyon szorgalmas. Tehát szerintem mindenkinél, talán nálam, én pedig elég sokat edzettem, de Gyula ennél még többet, mint ahogy itt elhangzott, hogyha volt egy feladat 20-szor, akkor Gyula az 25-ször csinálta. Tehát nagyon kitartó volt, és nagyon céltudatos. Mi nagyon jó barátok voltunk, mondhatnám úgy, hogy nálunk nőtt föl Gyula, akkor én már ugye házas voltam, lakással rendelkeztem, és Gyula nagyon sokszor aludt nálunk, együtt mentünk programokra, tehát nagyon szimpatikus, nem igazán hőbörgő srác volt, nem kérkedett az eredményeivel, csendes, tehát én nagyon-nagyon szerettem Gyulát. Pálóczi Gyula az 1985-ös pireuszi fedettpályás Európa-bajnokságon távolugrásban aranyérmet szerzett, 1983-ban a budapesti EB-n pedig ezüstérmes lett. Távolugrásban 3, hármasugrásban pedig 5 magyar bajnoki címet gyűjtött be, a 46 éves korában elhunyt egykori atléta.